Ez most csak egy gyors bejelentkezés lesz, csak szeretném megosztani egy kedves követőm önzetlen felajánlását, ami nem más, mint egy Forex napló, ahol online tudod vezetni a kötéseit, statisztikáját, tehát erről lesz szó a következő percekben. Nagyon örülök, hogy a szépen gyarapodó őszinte Forex közösségben vannak olyan emberek, akik időt, energiát nem kimélve, teljesen önzetlenül hoznak létre olyan hasznos eszközöket, mint például Tamás Forex naplója. Rengeteg munkaóra áll mögötte, és a felület folyamatosan fejlesztve van a visszajelzések alapján. Akkor nézzük is meg röviden, mit tud a felület. Egy rövid regisztráció után, ami nem más, mint egy e-mail cím és egy jelszó használatával tulajdonképpen be tudunk jutni a felületre, tehát semmilyen más információra alapvetően nincs szükségünk. A bejelentkezés után a következő felülettel fogsz találkozni, egy chat felülettel, és úgy itt a jobb felső sarokban találhatók a különböző funkciók, mint a napló, a terv, a statisztika, beállítások és a profilom, és ugye a kijelentkezési lehetőség. Ezt fogjuk gyorsan egyesével átnézni. Jelenleg 64 felhasználója van a felületnek, és itt a chat ablakban tudtok egymással kommunikálni, vagy akár kérdezni Tamástól, vagy javaslatokat tenni a különböző fejlesztésekre. Akkor nézzük, hogy a felső menüben milyen funkciók találhatók. Első a naplók. Itt a naplón belül új, összes, nyitott pozíciók, lezárt pozíciók, TP pozíciók, tehát nagyon sok variáció létezik. Hogyha újat akarsz létrehozni, akkor bejön ez a felület, ahol be tudod írni, hogy éppen melyik devizapárról van szó, akár egy rövid leírást is tudsz adni, hogy miért léptél be ott, ahol beléptél, és aztán meg tudod jelölni, hogy folyamatban vagy limit elhelyezéssel nyitottad a pozíciókat, mekkora errort használtál, és akár képet is tudsz feltölteni. Ezáltal sokkal vizuálisabb lesz a történet, és jobban emlékszem majd, hogy miért is léptél be, és esetleg milyen hibákat követtél el, hogyha nem jó sikerült a kereskedés. Jó, kicsit visszamegyünk a főmenüre, megnézzük még, hogy itt a naplón belül esetleg mondjuk egy lezárt pozíciót hogy listálsz ki. Itt láthatod a különböző pozíciókat, mekkora RRM, milyen százalékos arány, mekkora összeget nyertél. Ide a képet föl lehet csatolni, ugye, és a dátum is megvan, tehát minden fontos adat szerepel, és itt a jobb felső sorokban láthatod, hogy jelenleg mekkora összeggel rendelkezik. Nyilván ezt be lehet állítani a beállításokon belül, vagy a profilon belül, hogy mekkora induló tőkével indulsz, és utána annak megfelelően, a kötésének megfelelően számolja neked automatikusan a rendszer, hogy hol tartasz. A következő menüpont a terv, ahol tulajdonképpen le tudod írni a teljes stratégiádat, akár részletekbe menően, hogy milyen szempontok alapján lépsz be, milyen szabályokat használsz, és ezáltal tulajdonképpen egy leírt formában folyamatosan tudod figyelmeztetni magad, mielőtt belépsz, átolvasod a szabályidat, és ennek megfelelően el tudod dönteni, hogy minden feltétel adott-e a belépésre vagy sem. Tehát ez mindenképp egy hasznos dolog tud lenni, hogyha leírt formában is megvan. Ezt akár checklistaként is használhatod, így mielőtt belépnél, átolvasod ezeket, és hogyha minden feltétel adott, csak akkor kereskedsz, ezáltal rengeteg felesleges kereskedéstől kimérheted meg magad. Ha tovább megyünk a következő menüre, a statisztikára, ott pedig vizuálisan is láthatod a teljesítményedet, hogy mennyire hepehúpás a dolog, vagy pedig mennyire egyenletes a teljesítményed. A következő menüpont a beállítások, ahol különböző színekkel tudod a különböző feltételeket megjelölni, ezáltal még vizuálisabb lesz a dolog, és könnyebben ki tudod olvasni az információkat, tehát ez is mindenképp egy hasznos funkció tud lenni. Az utolsó menüpont pedig a profilbeállítás, ahol a legfontosabb beállításokat tudod elvégezni, mint például ha felhasználó nevet tudsz beállítani, milyen pénznemben vagy devizában akarsz kereskedni, mekkora összeggel indulsz, milyen kockázattal akarsz kereskedni, ez a 0,5 szerintem egy elég barátságos kezdetnek, és látod ezt a kockázatot tökére vetítve is, itt még lejjebb vannak ilyen, hogy e-mail cím, meg jelszó beállítások, úgyhogy ezek nagyon fontos funkciók, ezeket egyszer kell csak megcsinálni, és utána a rendszer automatikusan csinál minden mást. Tehát ha szeretnéd naplózni a kötésédet és nem az Excel-el bajlódni, akkor ez egy jó lehetőség lehet számodra. Bevallom, én annak idején többször is nekifutottam a naplózásnak, de valahogy mindig lusta voltam erre, ebben ne kövesd a példámat, és ha úgy érzed, hogy számodra ez segítség lehet, akkor mindenképp érdemes használnod ezt az ingyenes lehetőséget. Remélem sokan igénybe veszitek majd, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még sok hasznos funkcióval bővül a felület. Ha bármi igényetek van, az pedig e-mailben írjátok meg Tamásnak. A weboldal pontos címét megtalálod a videó alatti leírásban. Gondoltam, ez a lehetőség megér egy külön videót, ezért minél előbb szerettem volna megosztani. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, és jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok!